Összeomlott egy parkolóház Manhattanben, egy ember életét vesztette, legalább öten megsérültek. Az első vizsgálatok szerint az épület tetején parkoló járművek súlya, valamint az ingatlan állapota idézhette elő a tragédiát. Hatalmas lyuk tátong a tetőn, és kocsik lógnak a három emeletes garázs megdőlt felső szintjéről Manhattanben, néhány háztömbnyire a New York-i városházától és a Brooklyn hídtól. A tetőszerkezet kedden omlott be, a ránehezedő nyomás miatt gyakorlatilag teljesen szétlapította a megrodgyant épületet. Egy közeli háztetőről készült videón egymásra torlódott, felborult, összetört autók és a betontörmelékből felszálló por látható. A közösségi médiában megjelent felvételek azt is megörökítették, ahogy az emberek menekülnek a parkolóházból, miközben hatalmas csattanás hallatszik. A közelben tartózkodók pedig félelmetes dübörgésről és sikolyokról számoltak be. Szemtanúk földrengéshez hasonlították az összeomlás pillanatát. Mindenféle törmelék és por volt, az autók elsüllyedtek, úgy nézett ki az egész, mint egy filmjelenet. Szörnyű volt, mondta egy szemtanú, aki a közeli egyetem épületéből nézte végig a katasztrófát. A tragédia után tűzoltók és mentőautók lepték el a környező utcákat, a mentők hordágyon hozták ki a sérülteket az épületből. Egy munkás az egyik felső emeleten rekedt, őt a szomszédos tetőn átmentették ki. A közelben lévő ingatlanokat is kiürítették. Kezdetben a tűzoltók kezdték el átkutatni az épületet, de miután az szerkezetileg instabillá vált, úgy döntöttek, hogy robotkutyával folytatják a keresést. Drónokat is bevetettek, hogy felmérjék az ingatlan állapotát. Hála Istennek volt egy robotkutyánk, amelyik be tudott menni az épületbe. Drón technológiát is használtunk, hogy valódi képet kapjunk arról, mi van az épületben, ami teljesen instabillá vált, mondta New York polgármestere. Az áldozatok valamennyien a garázsban dolgoztak, amikor rájuk szakadt a födém. Úgy tűnik, mindenkit megtaláltak, senki nem maradt a romok alatt. Az épületben 6 munkás tartózkodott az összeomlás idején, 4-üket stabil állapotban szállították kórházba, egy ember pedig visszautasította az orvosi ellátást, nyilatkozta a tűzoltóság műveleti parancsnoka. New York város megbízott építési biztosa egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy az épületet már 20 éve is veszélyesnek minősítették födémrepedés és más hibák miatt. 2003 óta több jogsértést is jelentettek az ingatlannal kapcsolatban. Bár ezek kijavítására 2010-ben terveket nyújtottak be, a helyreállítás valószínűleg nem valósult meg.